Szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket. Azt gondoltam, hogy itt a vírushelyzet közepette. Beszéljünk egy kicsit az aktuális vetőmag helyzetről. Ugye március közepét írjuk, aktuális sok minden szempontból a vetőmag helyzet, nem csak a jövendőbeli kukoricai napraforgó szója szójavetéseknél, hanem majd kicsit előre tekintve akár a gabona termékeknél is. A vetőmag piaci helyzetképben a vendégem Sándor Fiandrás igazgató, szervusz! Szervusz, Zoltán. Köszönöm, hogy hogy eljöttél a beszélgetésre. Ugye aki téged ismer, az tudja már, hogy a Martin Geneticsnek vagy a vezetője, és innen nem csak a saját fajtáitok, hibrideidek ügyében, hanem átfogó piaci helyzetképpel is rendelkezel. Egy picit rólatok előbb vírushelyzet van, lehet, hogy vannak nálatok is olyanok, akik karanténba kényszerültek, családjuk a saját betegségük okán. Tudtok ennek ellenére csomagolni, kiszállítani vetőmagot? Én is tisztelettel köszöntök mindenkit, és még egyszer köszönöm én is a lehetőséget, hogy ezt a meghívást kaptam. Igen, magam se gondoltam volna, ez be kell vallanom így személyesen és töredelmesen, magam se gondoltam volna, hogy ez a vírushelyzet tényleg ennyire komolyá tud fajulni. Nagyon komoly intézkedésekkel tudjuk úgy karba tartani a kiszolgálásainkat, a kiszállításainkat és a kicsomagolásainkat, hogy folyamatos legyen. Nem engedheti magának senki, egy vetőmagos cég sem, tehát így ahogy beszélünk nem csak magunkról van szó, hanem az egész ágazatról ilyen szempontból. Senki nem engedheti meg magának, hogy ne időbe érjen oda a megfelelő vetőmaga gazdálkodókhoz, hiszen a tavasz bekövetkezett, hamarosan a hétvégén már elkezdődnek a korai vetés időszakok, ki kell szolgálni a termelőket ahhoz, hogy a jövő évi élelmiszer alapanyag előállításra kerüljön. Ez a vírushelyzet senkinek nem jó. Egészségügyi, jó értelemben vett korlátozásokat kell, és nagyon szigorú ellenőrzéseket betartanunk az üzemben, az irodánkban, amit csak lehet, azt uh, igyekszünk. Uh, home office-ban, ugye megtanultuk az elmúlt egy évben, eddig csak hallottuk a levegőbe, hogy a nagy multinacionális cégeknél, hogy home office, meg ez egy milyen trend, most már magunk élnünk kell ezzel a gyakorlattal. Saját bőrén érzi az ember. Egy, egy, egészen más tapasztalat, hogy tényleg amit csak lehet azt a, főleg az adminisztrációt végző irodába dolgozó kollégákkal, otthonról, interneten keresztül tudjuk végrehajtani. De az üzemben ezt nem tudjuk megengedni magunknak, hiszen a gépeket azért működtetni kell, a targoncát vezetni kell, a kamiont meg kell rakni, a zsákokat meg kell tölteni minőségi vetőmaggal. Ott viszont a szigorú korlátozások vannak, ami ugyan lassítja a folyamatokat, viszont nagyon fontos ahhoz, hogy ne akassza meg a folyamatokat a vírus, hanem tényleg Időbe ki tudjunk szolgálni mindenkit. Összességében elmondhatom, hogy a cégcsoportnál nincsenek fennakadásaink, tehát most már azért 85%-os a kiszállítottságunk, amire nagyon büszke vagyok a csapatomra, hogy hogy ezt a kemény teljesítményt ilyen körülmények között elérték. Azt érezni, hogy talán a picit a vegetáció előrébb van, mint hogy kéne, hogy legyen. Mint kéne hogy legyen. Hogy látod ezt országos szinten? Ott, ahol én gazdálkodom, Balaton-Bográn mellett egy kis településen, nemrég jártál nálam, kifejezetten jó volt, hogy eljöttél, köszönöm szépen. Ott azt látjuk, hogy, hogy azért csapadékból nagyon kevés van. Esett most az elmúlt egy hétben 20 mm, szerintem még egy 20-as elférne simán, és még mindig nem lenne túl nedves a talaj. Én nem látom, hogy olyan különösen belőle lenne a vegetáció, azt látom viszont, hogy a következő egy hétben semmi csapadék, viszonylag jó idő lesz, tehát én szerintem a kukoricavetéseket simán április elején el lehet kezdeni. Én is ezt látom, hogy a kukoricavetéseket április elején meg lehet kezdeni, de azt is látni kell, hogy bár kis országnak valljuk magunkat, nagyon változatos képet mutatnak, akár csak a csapadék viszonyok is. Tehát pont a keleti kollégák jelezték tegnap, hogy ott a keleti ország részben 30 mm eső esett, és a belvizet még mindig nem tudták a földekről elvezetni. Ugyanez igaz a délalföldi régióra is, hogy ott még, még javába várják, hogy felszáradjanak a földek. Miközben itt a Dunántúlon, akár itt a mezőföldön, Fejér megyébe, ami a szűke pátriárkánk itt Martonvásár környékén, ott meg ezerrel dübörögnek a traktorok, és készítik elő a talajt a vetéshez. Jó látni, tehát, hogy nem csak szorgalmas, hanem én intenzív munka folyik a határba, de hogy mondod, nagyon változatos. Ettől függetlenül ugye a munkát el kell végezni, tehát az, hogy most a legideálisabb az, hogy már egy csapadékos földbe vessük el a vetőmagot, de hozzá tartozik, hogy egy jól előkészített talajba kell vetni, amit azért nem tudunk megspórolni, tehát muszáj dolgozni a földön. A, ugye már beszéltél a, a csomagolásról, a kiszállításról, a logisztikáról. Egy, egy kényelmetlen kérdést nem kerülhetünk meg. Ugye óriási a gabonár emelkedés idén a piacon. A termelőknek nyilván jó, akinek volt készlete, az most nem, nem járt rosszul vele, ha finoman akarom fogalmazni. Ha korrektebben, akkor azt akarunk, hogy marha jól járt vele. Most a vevők a boltokban, az állat, meg az állattenyésztők főleg ők meg kifejezetten rosszul járnak ezzel. Milyen hatással lesz ez a vetőmag termesztés? Hát nyilván logikus, hogy akkor ott is valamilyen áremelkedésbe kell beleszaladnotok, mert nem lesz, aki majd vetőmagot termelnektek. Ez egy mindennapi témánk. Tehát túl a kiszállításokon és a vevői kiszolgálásokon, ez egy mindennapi nagyon komoly, ö, otthoni elgondolkodtató matematikai gyakorlat, hogy vajon hogy tudunk reagálni ezekre a változásokra. Hiszen az a kalászos vetőmag, amit 2020 nyarán értékesítettünk a kedves termelők részére, az azon arra az árszintre volt pozícionálva, amit még ki tud fizetni a termelő, ez az árszint pedig abból következik, ami éppen az aktuális ár. Ugye akkor elvetésre kerültek a 2021 nyarán betakarítandó kalászos vetőmagok, ezen az árszinttel kalkulálva, viszont közben közel 40 Maradjunk a 40 százaléknál, hogyha 30-40 százalékkal igen, megemelkedtek a felvásárlási árak. A termelő jogosan várja el, aki vetőmagot állított elő, hogy az ő vetőmag felvásárlási ára, az emelkedni fog hiszen egy magasan magas hozzáadott értékű a anyagot a vetőmagot állított elő aminek ugye különböző minőségi elvárásai vannak hatósági bizonyítványokat kell hozzá kérni külön szemlézni kell tehát nagyon sok plusz foglalatosság van míg abból a klasszikus növényből valójában a vetőmag válik a másik oldal mennyi lesz nyáron a gabonának az ára? Hiszen visszaeshet a 2020-as évekbe is. Akkor mennyit tudunk fizetni? Ez egy nagyon-nagyon komoly és nagyon nagy dilemma számunkra. Én, én úgy kalkulálom, hogy reményeim szerint 20%-nál nem nagyobb mértékbe kell emelnünk árakat, ahhoz, hogy mindenki a vetőmag szektort életbe tudjuk tartani, ehhez meg kell fizetnünk azt a plusz munkát, amit a termelők végeznek ahhoz, hogy ez vetőmaggá váljon. Viszont a, az se jó irány, hogyha túl magasra mennek az árak, hiszen mindenképpen ajánlatos és fontos felhívni arra a figyelmet, hogy csak a jó minőségi fémzárolt vetőmagból várhatjuk el a magas terméshozamot. Ez egy közös munka a termelőkkel ilyen szempontból, közösen kell sírnunk és nevetnünk, hiszen ha nem lesz vetőmag, akkor ki leszünk szolgáltatva az importnak, tehát meg kell tartanunk az önrendelkezésünket, ehhez kell egy jó számtant eltalálnunk a nyáron. Vagy majd megy az utántermesztés, ugye nem is biztos, hogy csak külföldje, nem? Azért itt, itt megragadnám az alkalmat, és megerősíteném, hogy létezik, lehet utántermeszteni vetőmagot, teljesen legális, jogszerűen meg lehet tenni. De ne csodálkozzon a termelő azon, ha az az elvárt hozam, amitől ő azt az eredményességét, ezt az úgymond, hogy használtad, marha jól járt eredményességét kívánja, ezt nem fogja egy harmad, negyed generációs vetőmag biztosítani, hiszen pontosan ez a célja a fémzárót minősített vetőmag felhasználásnak, hogy az tulajdonképpen önmagában már egy alapgaranciát jelent arra, hogy magas eredményt tud elérni a termelő. Mekkora területen van vetőmag, gabona vetőmag termesztésetek? Előállítás. Jelen pillanatban 2200 hektáron állítunk elő őszi kalászos vetőmagvakat, kukorica, hibrid kukorica vetőmag az 2000 hektár, és nagyságrendileg tavaszi kalászosunk is van 600 hektáron. Ezt egy unikumnak tartom, mert azért kalasz, tavaszi kalászost nem nagyon szoktak vetni a termelők, de lássuk be, hogy azért vannak olyan élethelyzetek, akár csak az idei szezonban is, amikor megkésett az ősz, nem tudtak elvetni, viszont a vetésforgó miatt mindenképpen erősen ajánlott, hogy kalászos kerüljön abba a földbe, akkor tavasszal ezekkel a genetikákkal lehet dolgozni. Ha már kalászosok, akkor meg egyáltalán a terményeitek Ugye múltkor, amikor beszélgettünk róla, még tervben volt, csak nagyon, aztán utána volt egy ö, sajtókommunikációtok, kommunikációtok úr nálatok, hogy hát lesz vetőmagüzemetek. magüzemetek. Hogy áll ennek az előkészítése? Igen, mi mindennapi küzdelmeink mellett a jövőt is építjük a vetőmagüzemünkkel. Most már szerencsére két tervező céggel aláírtuk a, a, az engedélyes kiviteli tervezési szerződést az ipari parkkal, tényleg most már napi kapcsolatban vagyunk, ahol ezt a beruházást megvalósítani kívánjuk, megkezdődtek a geodéziai felmérések, a környezeti hatástanulmányok, és minden olyan tanulmány, amit én nem is tudom milyen tantár keretében tanultunk anno agrármérnökként, vagy, vagy talán... Egyáltalán, vagy egyáltalán is tanultunk. De de minden nap tanul az ember, mert nagy, nagy élvezettel vagyok ebbe, tehát tényleg így a napi küzdelmek mellett azért ez, ez egy jelentősen túl a nagyságrendjén, meg, meg, hogy egy nagyon komoly beruházás, emberileg is nagyon jó megélni ezt, hogy, hogy, egy ilyen kivitelezésnek szerves, hanem vezető részese lehet az ember. Tehát mind a beruházás anyagi hátterét, tehát ennek a biztosítását, mind magát a kivitelezésnek, a tervezésnek, hogy melyik épület hol helyezkedjen el, milyen technológiát építünk benne. Olyan optikai szkennerekkel találkozik az ember, hogy, hogy rácsodálkozik, hogy, és ez még mindig mezőgazdaság, tehát na, na, nagyon izgalmas. De igen, tehát visszatérve, igen, haladunk előre, a tervek készülnek, továbbra is azt mondom, hogy ha ezt az ütemet tudjuk tartani, akkor azért idén ősszel egy erősebb kapavágással meg tudjuk kezdeni a látványosabb részét a kivitelezésnek. Akkor már remélem tehetünk, csinálhatók nyilván a sajtótájékoztatót majd az ügyben, akkor, már nem csak ilyen virtuális fotókról, meg ilyen nem tudom miről látjuk majd az üzemet, hanem már ott élőben is nézhetjük a hát én is már nagyon várom ezeket a 3 d bemutatandó előzetes terveket. Arra is vigyázni kell, hogy az ember ne süsse el ezeknek a bejelentéseknek a puskaporát, tehát tényleg akkor tegyünk egy nagyobb nyilvános bejelentést, amikor azért már látja mindenki, hogy egy kézzel fogható, megvalósuló tervről van szó, most még tényleg a tervező asztalon vannak ezek a dolgaink. Azt mondtad, nem csak vető lesz, hanem lesz valamilyen raktár, speciális raktár is mellette. E, így, így, van, ez egy teljes komplex rendszert kell -e magunk elé képzelni. <kül> Tehát nem, csak a vetőmagüzem. Ugye azt látni kell ahhoz, hogy a hatékony vetőmag előállítást biztosítani tudjuk, különösen a hibrid növények esetében nem ártalmas, sőt előnyös előre gondolkodni, évekre előre. Viszont ahhoz, hogy ezek a növények biztonságban meg tudják őrizni a csirázó képességüket, az életképességüket, megfelelő klimatizált körülmények között kell tárolni őket viszont egy egyszerű háztartási hűtő, ez kevés. Egy egyszerű klimatizált kamra is kevés hozzá, tehát itt mindenképpen egy, abba kell gondolkodni, egy 6-7 négyzetméteres, ami azért már egy kellően látványos polcozott tároló rendszert. És ugye ennek külön érdekessége, hogy ennek az energiaellátását megtervezni, hogy akkor milyen megújulóból, mennyi napelemet tudunk betermelni, milyen hőszivatjukat tudjuk ö, fe, körülvenni. Mondom, tehát teljes agrárium. Akkor most nem csak meti a ügyileg művelőc ott a cégnél, hanem építészetileg. Keményen. Üzen, üzen gépészetileg, gépészetileg, gépészetileg. É, építészileg mi minden nap érnek az impulzusok ahogy gondolkodtam rajta, miközben a beszélgetésre készültem, hogy a, azért megkérdezem tőled, mert úgy elfelejtettem, hogy a, mennyi, összeszámoltad ben, mennyi fajta vagy hibrid jelöltetek van? Jelöltek? Uh -huh. Tehát, hogy mik jönnek most az Igen. új portfólióba? Igen. Arra vagyok kíváncsi magyarul, hogy a, hogy a meglévő fajta hibrid állomány mellett mik sorakoznak, tehát kik azok, akik már nyomják előre magukat, hogy vagy hányan vannak, akik már ja. nyom, nyomulnak előre, hogy már jönnének be a piacra? <laughs> Egy, egyik oldalról azt kell látni, hogy rengeteg jelölt van, viszont nyertes az mindig, mint a dobogós helyezéséknél, csak az egy, kettő, három lehet, mert adott esetben a negyedik, mert nem tudhatjuk, hogy éppen rossz napja volt, ha szabad ezzel a sportfrázissal válaszolnom. Tehát jelölt az nagyon sok, és nagyon potenciális. nagyon sok? Ez több ezer? Hát inkább maradjunk a 20-as, 30-as nagyságrendben, Igen. de hogyha most végig gondoljuk azt, hogy ezeknek csak a, a tenyészkerti megvizsgálása, a fajta kísérleti beállításai mennyi munkát és energiát Igen. fektetnek el, mindenképpen elő kell válogatni már azt a pozíciót, hogy jelölt legyen valaki, hiszen most több száz hibridet közte szabadföldön kit, termeszteni ahhoz, hogy, hogy meg tudjuk vizsgálni ezeknek a teljesítményét, már egy iszonyatos költség, tehát praktikus előminősíteni, és amik ezen a szinten átmentek, azok jönnek. Ez a, hát inkább ez a 15-20-as nagyságrend, ezek a fajta jelöltek, és ebből a, mindig a legjobb 1-2-3-at. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hiszen van egy óriási potenciállal rendelkező kutatóintézet a hátunk mögött, mind kalászos, mind pedig a hibrid kukorica vonalon. Több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek, viszont a legmodernebb technológiával. Tehát ezek az előszkrénelések, ezek házon belül meg tudnak történni. És hát a másik nagy büszkeségem, hogy a saját csapatomba is, akik már úgymond ezeket az előjelölteket a bevezetést megelőző Két évtől kezdve már a saját kisebb, nagyobb parcelláikon viselik nagyon jó szemű kollégák, tehát e, már majdnem, hogy a mag állapotáról megmondják, hogy ez a jelölt, ez érdemes továbbvinni, vagy nem, és, és ezzel óriási költségeket spórolnak meg nekünk. Nyilván van tapasztalatuk már ebbe a rendszerbe. Mikor a kastélyból beszélgettünk nálad, Marton vásárom, sok mindenről kérdeztelek, de most újra aktuális az a kérdés, hogy mi az, ami jelenleg a legnagyobb kihívás számodra? Most oké, okay, hogy vetőm a el. Mi az, ami jelenleg azt gondolod, hogy a, a vetőm a portfóliótokban egy, egy, kihívás azt mondani, hogy nem tudom én. azt mondtad ugye, hogy a Gabonából piacvezetők vagytok, vagy hát a, nagyon az élen vagytok, és hát hogy kukoricából is szeretnétek előjönni és nemrég mutattál egy videót, nem tudom, az, az megy-e most majd a tévén, de mutatjátok valami jópofa jó videót síló kukoricára, és azt mondtad a hogy hát a silókukorica kukorica, abban, abban nagyon dübörgős lesz a, a pálya továbbra is, ez az álláspontod? Igen, igen, tehát a, a Siló kukorica mindenképpen egy óriási kitörési pontot jelenthet martonvásár számára ahhoz, hogy egy fejlődési úton elinduljon. Két nagy kihívás van, de a kihívás szót megragadva, tehát a, ami az egyik legfontosabb kihívás, és amin nagyon dolgozunk túl a napi küzdelmeinken, az a, az exportpiacoknak a megerősítése és felépítése. Tehát pont a napokban indult el négy kamionunk az Kazasztánba, tehát ezért, ugyan exotikusnak Hangoznak ezek a kapcsolatok, de kitekintve a külkereskedelmi, külgazdasági, Magyarország külgazdaság politikájára, ezek nagyon jól építhető kapcsolatok. Ezeket kívánjuk megerősíteni. Tehát ezek azok a területek, ahol nem kell mondanom, a, a szállítmányozástól kezdve a kulturális hozzáálláson keresztül nagyon izgalmas és kihívásokkal teli napokat élünk meg, hogy ezeket megvalósítsuk. A másik pedig, ahogy említetted itt a hazai tájakon is, vagy inkább a szűkebb pátriárkákba itt a Kárpát-medencébe, tehát a környező országokat is beleértve, itt a siló Kukoc kukorica portfóliónkat kívánjuk erősíteni piacon, Terjeszteni. Tehát ha csak kitekintek Szlovákiára például, vagy felvidékre, nagyon erős ott is az állattenyésztés, egyre erősödik, rengeteg takarmány szükséglettel rendelkeznek, vagy ha csak belegondolunk ebbe a, a, akár egy átlagos élelmiszerfogyasztó számára is belátható tényezőre, hogy amikor a, a, a hús vagy a tejtermékek ára 20-30%-ot emelkedik, ez valószínűleg azt is követi, hogy a magának a takarmány ára mennyivel növekedett. Viszont, hogyha egy takarmány megfelelő mennyiséget tud termelni, vagy olyan minőségi beltartalmét, paraméterekkel rendelkezik, amitől ugyanez a tejhozam, húshozam, minőség elérhető, akkor miért ne tudnánk kihasználni, hogy ezzel növeljük egy állattenyésztő kibocsátásnak a hatékonyságát? Milyen téma van ma amiről nem beszéltünk, mégis fontos lenne? Hát inkább csak összefoglalnám, megerősíteném. Tehát, hogy a, a kiszállítások folyamatosak. Tehát az a hangulat, vélt valós hangulat, ami volt még 2020 őszén, hogy lesz-e vetőmag, nem lesz vetőmag. Én azt, azt kell, hogy mondjam ágazati szinten, hogy mindenkinek jut kellő mennyiségű vetőmag magunkat is beleértve, de minden versenytársunkat is, tehát minden gazdálkodó időben meg fogja kapni a vetőmagját. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát hogy ne a pánik hangulatot kertsük, mert folyamatosak a nehézségek ellenére a kiszállítások. A másik pedig, hogy hát készülnünk kell a, a nyárra, hogy a kalászos minőségi fépzárolt kalászos vetőmagnak milyen árpozícióját tudjuk úgy megtalálni közösen a termelőkkel, hogy a vetőmag ágazat ahhoz, hogy életbe tudjon maradni, a minőséget fön tudja tartani és új genetikákat tudjon évről évre a rendszerbe hozni, ehhez valahol el kell kérni az árát. Igazgató úr, én továbbra is jó egészséget kívánok neked, nektek, a csapatnak is, hogy ne legyen gond a logisztikával, és azt az üzleti sikert, ami, ami jelenleg kihívástként tekintesz, de azért ahogy ismerlek, az előbb-utóbb bekebelezed ezt a kihívást, és legyőzöd, illetve legyőzöd ezt a kihívást, és hogy nyerjetek ebben a versenyben. A gazdatársaim nevében meg azt kívánom inkább, hogy a vetőmagárakban azért találjátok meg azt az optimális szintet, ahol még túl sokat ne kelljen érte fizetni, mégis az ember vehessen normális áron jó minőségű vetőmagot. Ehhez kívánok neked sok sikert. Köszönöm szépen, és ezt az utolsó gondolatot én is megre, ez közös érdekünk. Rendben. Köszönöm a nézőknek, hogy velünk tartottak, most is kövessenek minket további filmjeinkben is. További szép napot!